Reményik Sándor, az igen. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót, a nyelv ma néktek végső menedéktek, a nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virult. Úgy beszéljen ma kiki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat tömjén mérhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus datogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, élet borát issza, előre néz, s csak néha, néha vissza, s a kelyhet többé nem engedi el. Műsorban közreműködtek Lajbert Borbála, Gémesi Hunor és Pelek Bálint 6. biosztályos tanulók. Városi riporterversenyünkön szeretettel köszöntöm a városi iskolák, Damjanich János általános iskola, Erkel Ferenc általános iskola, Petőfi Sándor általános iskola, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Református Líceum, Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Török Ignác Gimnázium, Hajós Alfréd Általános Iskola versenyzőit és tanáraikat. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, akikkel az interjúkat készítik a versenyzők. Szeretném őket bemutatni. Gálni dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója. Mészáros Beáta, énektanár, drámapedagógus, a Garabonciás Színtársulat művészeti vezetője. Istvók Anna, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársa. Fodor László zenetanár, a hazai és nemzetközi zenei élet elismert Kossuth díjas művésze. Dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgató helyettese. Tisztelettel köszöntöm a zsűri tagjait, és őket is szeretném bemutatni. L. Péter Ficsaba, a zsűri elnöke, a polgármesteri kabinet vezetője, kommunikációs igazgató, a nemzetközi kapcsolatok koordinátora. Szabadi Mónika, a Régió Plus televízió gyártás vezetője. Asbóth Vanda, a Művészetek Háza kommunikációs munkatársa.
Ezután is köszönöm mindnyájuknak, hogy elfogadták meghívásunkat. Felkérem Zmák Júlia igazgatóasszonyt a riporterverseny megnyitására. Szeretettel köszöntöm én is vendégeinket, és természetesen benneteket is, gyerekek. Gödöllő 50 éves, a megújuló értékek városa. Úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon érdekes és izgalmas lesz. Kívánom nektek, hogy kevés izgalommal, de annál izgalmasabb riportokat készítsetek ma, és remélem, hogy megtaláljátok azokat a titkokat, amiket a riportalanyoktól meg kell tudnotok ahhoz, hogy a zsűri elismerését elnyerjétek. Én szeretném kérni a zsűri elnökét, hogy néhány szót a sorsolás előtt szóljon hozzátok. Adjon néhány jó tanácsot, kérlek Csaba, hogy akkor néhány jó tanácsot adjon. Szervusztok, én Elpéterfi Csaba vagyok, itt hallottátok a zsűri elnöke, és de természetesen van két segítségem is, két gyönyörű hölgy, és amikor én gyerek voltam, körülbelül annyi idős, mint ti, akkor volt a televízióban egy műsor, a Riporter kerestetik. Ez szerintem most már nincsen, és akkor én nagyon izgatott voltam, hogy hát milyen izgalmas ezeknek a versenyzőknek, hogy aki megnyeri ezt a versenyt, az bizony majd a magyar televízióban riporterként, műsorvezetőként tevékenykedhet. És valahogy akkor úgy elhatároztam, hogy én is szeretnék majd nagyobb koromban, hát ha nem is riporter és nem is televízióban dolgozni, de valami hasonlót csinálni. És közben úgy adódott, hogy dolgoztam televízióban is, újságnál is, nagyon sok helyen. És ez egy nagyon érdekes szakma. A tanács az lenne, mindent kérdezzetek meg, amire kíváncsiak vagytok. Nyugodtan. Szerintem bármit megkérdezhettek, akik itt vannak, fognak nektek válaszolni, hiszen ugye egy jó riporter az kíváncsi. Ez az első és nagyon fontos. Én nekem is egy kicsit meglepetés lesz most ez a verseny, mert hogy ugye nem tudom nagyjából, hogy milyen kérdéseket tesztek fel, mik lesznek igazából a fő motívumok, amire a fő téma, amit szeretnétek kihegyezni. Nagyon lényeges az, hogy a kérdéseket, azokat érthetően tegyétek fel, jó? Tehát, hogyha pedig mondjuk a riportalany nem arra válaszol, amit ti kérdeztetek, akkor nyugodtan kérdezzetek rá még egyszer, nem lehet a riportalanynak sem kitérnie a kérdés alól. Tehát amit ti szerettetek volna megkérdezni, azt nyugodtan kérdezzétek meg még egyszer tőlük. Hát kívánok nektek jó versenyt, szerintem mindannyian nagyon ügyesek vagytok. Ne izguljatok, én izgulok helyettetek nagyon, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok. A versenyzők nevében is köszönjük a jó tanácsokat, és néhány dolgot azért tájékoztatásul szeretnék elmondani. Egy 15 perces bemutatkozó beszélgetés következik majd a riportalanyokkal. Azt hiszem, Erzsike, megtörtént ugye, hogy kikivel készít riportot. A 19-es terembe fogom kérni majd Istvók Annát, a 18-as terembe dr. Merva Máriát, a 17-esbe Mészáros Beátát, az A2, ez az angol 2-es, Fodor Lászlót, és a 11-esbe dr. Újvári Tamást. És ezután tulajdonképpen sorszám szerint egymás után következnek a versenyzők, ugye a 3 perces riport készítés. Van-e valakinek esetleg kérdése, vagy minden érthető volt? Akkor jó versenyzést mindenkinek, és kellemes délutánt. Köszönöm szépen. Nem szabad, viszont nem szabad arra késztetni, hogy, álljatok mellé. Elmondja a véleményét ezek természetesen szerint. Természetesen elmondom a véleményem. Hozzátél azt, hogy... Szóval akkor nem költőr fal az így igazából.
Nem, de ez kicsit olyan, mintha vallásról beszélgetnénk, vagy politikai állásfoglalásról. A mondható el. Tehát nem mindenkinek van ilyen nagy tárgyi anyaga. Miatt ugye nagyon gazdag múltja van, gazdag történet. Idegben kezdték el gyűjteni az anyagot, kezdték el gyűjteni Gödöllő tárgyi és írott emlékeit, és hát egy... Aztán öngyújtó, és mindig így kitömött zsebekkel mászkál, egy 50-szer lentem át ilyen átvilágító kapun. A rossz az volt, hogy mindig tele volt a zsebébe, ott megint ilyen kapun keresztül, meg ilyen rendőrbácsokon át lehetett el bejutni. Normális. Város problémáink. Jó, tehát ugye a 50 éves kötődésként. És gondolkozom, mi még az 50-es programunk, az időkapszula, az aki falazni a belső udvarunkat. Egy fal, a még egyszer. Üzenet a jövőnek, Gödöllői csempefal, te mit üzenne egy Gödöllői. Jó napot kívánok, Csíz meg Anna vagyok, és Fodor Laci bácsival szeretnék. Mióta él itt Gödöllőn? Én 23 éve. És azóta dolgozik a zeneiskolában is? Igen, úgy kerültem ide, hogy jöttem a zeneiskolába tanítani. És melyiket szereti jobban, a zenélést magát, mert gondolom azért zenél, vagy a tanítást? Hát a zenélés az gyakorlatilag a mindennapjaimat kiteszi. A tanítást azt akkor szeretem nagyon, amikor látom azt a sikert a gyerekeknél, hogy innentől valameddig eljutottunk és elértünk valamit. És ha már itt szóba jött a zenélés, akkor milyen hangszeren játszik? Én klarinétos vagyok. És mindig is klarinétos akart lenni? Nem, amikor kisgyerek voltam, olyan 9 éves, akkor fuvolázni szerettem volna a Sárvári zeneiskolában, mert én sárvári vagyok, és nem volt hely, és akkor hazamentem durcásan, hogy én akkor nem iratkozok be a zeneiskolára, és akkor az anyukám visszazavart, hogy már pedig kisfiam beiratkozó mondjuk, és akkor így fölnézett és gondolkodott, mondjuk klarinétra. Na, így lettem klarinétos. Értem. Ön szerint a zeneiskola milyen értékeket őriz a városunkba? Hát szerintem koncertre és kultúrát szerető közönséget nevel, koncertre járó közönséget, úgyhogy nem feltétlenül azokat az értékeket, hogy mindenkiből zenészt kell csinálni, vagy mindenkiből zenész lesz, hanem inkább olyan embereket, akik színházba, koncertekre, mindenféle művészeti eseményekre el fognak járni. Ha jól tudom, most idén kapott egy Gödöllő városáért díjat. Így van. És ezt milyen érzés volt megkapni, ráadásul pont most, hogy Gödöllő 50 éves idén? Hát amikor megtudtam, hogy megkapom, akkor egy kicsit szörnyű, mert megijedtem, hogy miért én. Aztán persze az ünnepség az nagyon szép volt, és nagyon jó volt, és nagyon jó érzés volt ott rengeteg ember előtt állni, és átvenni ezt a díjat. És ön szerint mi gyerekek mit tehetünk azért, hogy ez a zene Gödöllő életében fönn tudjon maradni? Hát az én kisebb környezetemből a növendékeim leginkább gyakorolni kéne, hogy gyakoroljanak, azt tehetnék leginkább. Egyébként pedig szerintem, hogyha eljártok koncertekre, ha csak egyre, aztán kettőre, aztán ötre, akkor szerintem mindent megtettetek, amit lehet. És van olyan tanítványa, akire nagyon büszke, akire szívesen gondol vissza? Igen, minden tanítványomat természetesen nagyon szeretem, de van egy, aki most a legügyesebb, ő országos klarinét versenyen kapott külön díjat éppen ebben az évben, és hát ő túl fog rajtam nőni, és ezt már alig várom. Esetleg volt olyan, akire azt mondta, hogy őt tovább nem, mert nem olyan a hozzáállása. Hát ebben mindig szerencsém volt, mert akinél eljutottunk ilyen szintre, az előbb-utóbb abba hagyta, és nem azért, mert nagyon el szerettem volna tanácsolni, hanem ott már tényleg nem tudtunk egymásnak mit nyújtani. Értem. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Jó, rendben. Jó napot. Én Benedek Rubin Kaluza vagyok, és Fodor László tanárúgyal szeretnék beszélgetni és feltenni néhány kérdést. Az lenne az első kérdésem, hogy hozta ide a sorsönt Gödöllőre, hogy végül ide költözött és itt él most.
Amikor zeneakadémista voltam, akkor volt néhány évfolyamtársam, aki itt tanított, és akkor ők ajánlottak az akkori zeneiskolai igazgatónőnek, akit Ferenci Annának hívnak. És amikor leszálltam a hévről, akkor azt mondtam, hogy én itt akarok élni, mert nekem ez annyira tetszik. És mi fogta önt meg szóval mi volt az a tény, ami miatt ön Gödöllőn akart élni? Az a park, amíg a hévtől átsétáltam a zeneiskoláig. És ön ugyebár tanít is gyermekeket, meg hát fiatalokat, és hát 20 éveseket is, és hát zenél is, és ön melyiket szereti jobban csinálni? Hát a zenélés az tölti ki azért az életem nagy részét, de hát a tanítást is természetesen. Nagyon szeretem látni azt, amikor egy együttes vagy akár egy növendék fejlődik és teszi a dolgát és gyakorol. Vannak nehéz pillanatok, persze nem mindig van ez így, de azért az is nagyon jó érzés. És ön, ha mondjuk nem lát annyira a fejlődést, mert olyan időszaka van mondjuk az egyik tanítványának, az önt nagyon elszomorítja, vagy könnyen túllép és inkább ösztönzi a fiatalt, hogy menni fog? Hát az első reakcióm az a mérges kategória. Aztán kicsit megbillentem hátulról, olyan kis finoman. Aztán utána pedig általában átgondolom én is, meg ő is, és akkor leszoktunk ülni, meg szoktuk beszélni, hogy akkor most akkor teszünk egy határot, a határidőt, hogy akkor eddig, és akkor mit tud vele kezdeni, és hogyha hajlandó dolgozni továbbra is, akkor tovább folytatjuk a munkát. És hát gondolom, önnek nagyon sok tanítványa van. Hát, hogy a zeneiskolában is elég sok gyerek jár és tanul zenét, és hogyan lehetne még népszerűbbé tenni a zenélést a fiatalok körében? Hát nem tudom igazából, talán az, hogyha növendékeinkkel is tudnánk minél többet koncertezni, akár ebben a városban is, bár azt hiszem, itt elég népszerű a zene meg a zenének a szeretete, és akkor jönnének az olyan gyermekek is, mint amilyen például te vagy, aki nem jár mondjuk zeneiskolában, ha éppen nem jár, és akkor így népszerűvé tudjuk tenni, aztán akkor majd egyszer csak eljönnek a zeneiskolába is. És önnek minek köszönhető? Előbb említette, hogy ebben a városban nagy a zene szeretete, hogy ez minek köszönhető vajon? Hogy ebben a városban? Igen, hogy ilyen sok kulturális program van, meg sokan. Szerintem ez a városvezetésén múlik. Szerintem, ha egy olyan típusú városvezetés van, aki szereti a kultúrát, akkor ott a városban is szeretik, ha nem, akkor nem szeretik. És ön ugye kapott egy Gödöllő Városért díjat. És hát milyen érzés, hogy önt a város, meg hát a városlakói is így támogatják? Hát azt nem tudom, hogy a városlakói támogatnak-e, vagy csak bízni tudok. Bocsánat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontlátás. Csókolom, Pap Máté vagyok, és én a Beanét húztam. Lenne egy olyan első kérdésként, hogy hogyan érzi magát ebben a helyzetben, és volt-e már egy hasonlóban? Mint riportalany? Igen. Hát nagyon szorongok. Tényleg, mert nem szokott rajtam talán látszódni. Nekem a legnehezebb az, amikor magamról kell beszélni. Már ha magamról kell beszélni, nem biztos. Interjú helyzetben voltam már, ott viszonylag össze tudom magam szedni. És ez így más, hogy így diákokkal? Azért hogy? Más, mert ott tudtam, hogy mi a feladat, miről kell beszélni. Most nem tudom, hogy mit fogsz kérdezni, és ezért rettentő feszült. Hogy... Ez így érdekesebb is legalább. Nagy így van. És hogy említette, hogy most kapott egy díjat ugye a Gödöllő városa igen. polgára, és hogy ön hogy érzi, mit tett ezért a díjért? Na, most olyat kérdeztél, amit nagyon, nagyon nehezen fogalmazok meg. Leginkább azok tudnák elmondani, akik nekem bizalmat szavaztak. Egy tény, rettentő sokat csinálok valamit, ami érdekel másokat is. A színjátszással foglalkozom, színtársulatot vezetek, drámacsoportokat, színjátszócsoportokat vezetek gyerekek esetében is, és talán ez létrehozunk projekteket, produkciókat, és azt hiszem, hogy rendben. És ön szerint hány éves kortól lehet elkezdeni a dráma oktatását? Hogy dráma alanya hány éves kortól lehet valaki? Igen. Úgy gondolom, hogy ezt már az obisoknak is
lehet mindenkinek a maga szintjén. Tehát lehet foglalkozni gyerekekkel pici korban is. Az időkeret, meg a tevékenység, az persze nyilván más, mint idősebb korosztálynak. És van-e olyan létszám, ami után már kicsit nehézkessé válik? Van. Persze ez is függ a csoport összetételétől, mert nagyon együttműködő, nagyon egymásra hangolt gyerekcsoportnál nyilván lehet magasabb a létszám, mert ott is azért a 20-25, akkor én nem tudok foglalkozni mindenkivel. Egyébként szerintem ez a 15 az olyan ideális létszám. Értem. És hogy a családja hogy fogadta, hogy maga ezzel akar foglalkozni? A szüleimre gondolsz, vagy a jelenlegi családomra, mert ez mind a kettő más. A szüleim az, hogy zenét tanulok, természetesen nem, hogy pártolták, tehát úgy sugallták. A színháznak annyira már nem örültek. Annak már látták nehézségeit, ami a jelenlegi életemben azért be is igazolódott. Tehát ez egy igen időigényes műfaj. Ennek nem mindig örül a család. És ez is van egy kérdésem, hogy körülbelül mennyi idő még? Így átlagosan, amíg összeáll egy színdarab. Ez meg a mi munka fázisunktól függ. Ezt nem mondom, hogy minden színtársulatnál így működik. Ugye mi egy úgynevezett működő színtársulat vagyunk. Én nem mondanám. Köszönöm szépen. Ja, jó. Köszönöm. Én is köszönöm. Szigorúan be kell tartanom a szemünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Réki Dóra vagyok, és Mészáros Bálta Mászlát megbeszélek. Először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen idős kora óta tudja, hogy a zenével és a színjátszással szeretne foglalkozni, és miért döntött ez a pálya mellett? Hát úgy gondolom, hogy amióta én felvettem nagymamám parasztszoknyáit, 4-5 éves korom ótától, és azt gondoltam, hogy királylány vagyok, azóta én úgy tudom, hogy ezzel fogok foglalkozni. Nem, ez nem volt kérdés. És ön úgy gondolja, hogy komolyabban kéne az iskolának ezzel foglalkozni? A színjátszással? Jó, mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ez fő tevékenység kéne legyen az iskolában, a színjátszás és a drámapedagógia, és még csak nem is viccelek, tényleg így gondolom. Úgy hallottam, hogy a színjátszás segít a gyerekeknek kibontakozni, meg megnyílni, és hogy ez mennyire igaz? Mivel egy olyan műfaj, ami az ember személyiségéből, saját személyiségéből táplálkozik elsősorban, hát a leginkább személyiségfejlesztő módszer, én ebben hiszek, mivel ez az én szakmám. És miért tartja fontosnak, hogy a gyerekek klasszikus zenét tanuljanak? A klasszikus zene a másik nagyon fontos személyiségfejlesztő módszer, igazából a zene, mint olyan. A zene is egy olyan módszer, ami belülről táplálkozik, belülről fakad, és szinte megfoghatatlan, és mindenképpen érzékeny területeket mozgat meg valakiben, aki arra fogékony, és ez a személyiségére is nyilván hatással lesz. És hogyan gondolja, hogy a fiatalokkal meg lehetne ismertetni Gödöllő kultúráját? Gödöllő kultúráját szerintem leginkább úgy lehet megismerni bárkinek, hogyha látja azokat az eseményeket, amiket nagyon színesen meg lehet találni a város életében, mert rengetegféle művészeti csoport és kulturális rendezvény kínál valamit, amire érdemes odafigyelni. Ha nem is mindegyiket, mert lehet, hogy az sok talán, de ezeket látogatni kell. Ennél jobban megismerni szerintem nem nagyon lehet. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Köszönjük szépen! Liska Zsófia vagyok, Petőfi Sándor általános iskola Petőfirka nevű újságától jöttem, és dr. Berna Máriát hoztam riportalán. Gödöllőt most az értékek városának is hívják. Ön szerint Gödöllőnek melyik a legnagyobb érték, amit legjobban ki lehet emelni, mint érték? Hát abszolút a legfontosabb műemléke a gödöllői barokk kastély, a Grassalkovics kastély. Nyilvánvalóan ez a legjelentősebb épülete és ugyanakkor kulturális hagyománya, és azzal, hogy felújították, kastélymúzeum nyílt meg és látogatható, ezzel a nagy közönség számára is élvezhetővé vált, és megismerhetővé ez a fontos érték.
Önnek van-e ilyesmi érték, ilyen személyes, érzelmi kapcsolat valamelyik Gödöllő, valamelyik helyével? Hogy ne lenne a Gödöllői Városi Múzeummal, lévén, hogy ennek az intézménynek voltam 20 évig az igazgatója, úgyhogy ezt a Gödöllői Kulturális Élet egyik alapintézményének tartom azóta is. Több kiállítás is lesz az 50 éves évfordulóhoz. Ön melyiket ajánlja a legjobban? Melyikből tudunk meg a legtöbbet Gödöllő 50 éves múltjáról? Hát ezt pontosan most nem tudnám megmondani, hogy melyik kiállítás. Talán lesz egy remsei kiállítás, amelyik a remsei családot mutatja be. Ők a Gödöllői Művésztelep egyik tagja volt, Remsei Jenő, a Remsei család alapítója, és aztán több nemzedéken keresztül művészek működtek ebben a családban, és hát a több nemzedék munkásságát mutatja majd be ez a több helyszínes kiállítás. Talán ez egy kis ízelítőt ad Gödöllő 50 évéről is, hiszen az alkotások között több olyan is van, amelyik Gödöllő épületeit mutatja be. Mindenképpen ízelítőt kapunk Gödöllő 50 évéből is ezen a kiállításon keresztül. Van-e kedvenc darabja, például egy mű, ami nagyon megragadta a tetszését? Hát a Gödöllői Városi Múzeumnak nagyon gazdag gyűjteménye van, úgyhogy ebből sok mindent ki lehetne emelni. Mondjuk Blaha Lujza legyezőjét emelném ki. Blaha Lujzának is volt nyaralója Gödöllőn, azért is van elnevezve róla a Blaháné út, bár mondjuk ezt máig furcsálom, hogy miért Blaháné és miért nem Blaha út, de azon a részen volt a nyaralója, és egy hagyatékból került be a Gödöllői Városi Múzeumba a legyezője, amit Locz Károly festett, és az egyes íveken nagyon jelentős személyiségek aláírásai láthatók, Jókai Mór, Gárdonyi Géza és zeneszerzők, külföldi nevek is szerepelnek rajta, és ez állítólag a Halőzre tulajdona volt. Mit? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó napot kívánok! Gáné doktor Mára Mária Moszik riportot készíteni. Igen. Foglalj helyet. Milyen kapcsolat fűzi Gödöllőhöz? Hát itt élek 82 óta, itt is születtem egyébként, akkor még volt szülő otthon, Gödöllőn születtem, de aztán Valkon nőttem fel a szomszéd faluban, és 82 óta itt lakunk családommal, és hát itt is dolgoztam, 20 évig a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója voltam, úgyhogy sok minden fűz Gödöllőhöz, gödöllői vagyok. Ő már kiskora óta a múzeumban szeretett volna dolgozni, vagy így volt ilyen elképzelése, vagy csak úgy kialakult? Kialakult. Eredetileg magyar-francia szakos középiskolai tanár vagyok, ekként végeztem az ELTE-n, Budapesten a bölcsészkaron, és hát utána a Petőfi Irodalmi Múzeumba kerültem tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, és aztán ott ragadtam a múzeum világában. Úgyhogy nem terveztem, hogy újságíró akartam lenni, és aztán úgy adódott, hogy a múzeumi pályára kerültem, és megszerettem ezt a munkát, és családi okok miatt kerültem aztán Gödöllőre, 93-ban a Gödöllői Városi Múzeumban, úgyhogy 20 évig dolgoztam itt. Van kedvenc tárgya a múzeumból? Igen. Most egy másikat említek meg, az előző riportban is volt egy ilyen kérdés. Most mondjuk a Léda villaszalok garnitúráját emelném ki, mint egy nagyon jelentős kultúrtörténeti értéket. Nem tudom, hogy láttad-e, iskolával voltatok már a Városi Múzeumban, állandó kiállításon ki van állítva. Ugye Adi múzsája a 1920-as évek elejétől itt élt Gödöllőn, ma is megvan a Léda villa, és Adi ugyan nem járt itt soha, de a múzsája itt
itt élt egészen haláláig, állandó lakása volt itt, és ebből származó szalongarnitúra. Van kedvenc helye Gödöllőn? Kedvenc helyem? Hát a főtér, a piac és környéke, városi múzeum és környéke, és a főtér nagyon kellemes meglepetés volt, amikor felújították a főteret. Féltem, hogy nem lesz tér, mert a 70-es években, mikor az áruházat építették meg, a pártházat, ami most STK, egészségügyi intézmény, akkor teljesen elvették Gödöllőnek a főterét, de végül is nagyon szépen sikerült ez a felújítás, és tér is van. Úgyhogy ezt kedvelem a legjobban. Van valami, amit különlegesnek tart Gödöllőben, már mint úgy más? Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszait. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó napot kívánok! Csikós Hanna vagyok, és Fodor Lászlóval szeretnék interjút készíteni. Jó napot kívánok! Először is azt szeretném megkérdezni, hogy mióta lakik Gödöllőn? Én 23 éve. És melyik településről jött? Sárvári vagyok eredetileg. Igen, és hangszerekből milyen hangszeren játszik? Én klarinétos vagyok. Klarinéton, és egyéb hangszeren játszik, vagy csak igen, ez az egy? Igen, megtanultam szaxofonozni körülbelül 20 évvel ezelőtt, mert muszáj a munkámhoz, hogy azon is játszak, illetve komolyan vettem a kötelező zongoraoktatást a középiskolában, a zeneművészetiből jártam, és valamennyire tudok zongorázni is emiatt. Mikor határoztál, hogy szeretne zenélni, vagy hangszeren játszani? Én komolyan, hogy zenei pályára akarok menni, az 13 évesen, 7. osztályos voltam, és ez a szenvedélyem azóta is töretlen. Igen, az elég fiatal akkor, nagyon az igen. Mióta tanít a zeneiskolában? A zeneiskolában, amikor 23 évvel ezelőtt ide érkeztem, akkor azért érkeztem, mert ott kaptam állást, akkor még nem kinevezett tanár, csak óraadó, és azóta tanítok itt a zeneiskolában. Igen, és előtte mit dolgozott, ha szabad neked? Előtte tanultam, mert ekkor 5. zeneakadémista voltam, tehát akkor voltam a diploma előtt egy olyan jó 3-4 évvel, amikor ide kerültem Gödöllőre. Igen, és a zeneiskolában mit tanít pontosan? A zeneiskolában klarinétot tanítok, illetve van egy klarinét együttesem, egy kvartett, illetve van 2 Dixieland zenekarom, meg egy fúvószenekar. Mesélj a klarinét együtteséről, hogy alakulsz? Igen, ügyesebb klarinétosok kerülnek be az együttesbe, akik már tisztességesen játszanak a hangszerükön, és akkor vannak olyan darabok, népszerű darabok általában, amiket úgy hívunk, hogy átiratok, hogy erre a 4 klarinétra írják át ezeket a darabokat, és ezeket nagyon szívesen játszák ezek a növendékek. És hányan vannak ebben az egyesben? A klarinét kvartett az azért klarinét kvartett, mert ez 4 tagú. Igen. Mióta dolgozik itt a zeneiskolában? Hát 23 éve, amit említettem. Én is, milyen eredményeid a legbüszkébb? A legbüszkébb? Hát azt hiszem az, hogy Dixieland zenekarokat állítottam össze, körülbelül ugyan 6-7 évvel ezelőtt kezdtem, és most már a 3. legkisebb Dixieland zenekarral foglalkozom, és látom azt, hogy évek alatt mennyit fejlődtek. Mesélne az előző zenekaraidról? Az elsőről, ők már nagyon nagyok, már nem játszanak együtt, 23 évesek. Ők voltak az elsők, aztán a mostani 2. Dixieland zenekar, azok olyan 14-18 évesek, még mindig a növendékeim, és van egy kisebb, ahol 12-14 évesek vannak. Szóval így általában ilyen tinikor, ugye? Igen, általában, mivel hogy a zeneiskolában általában nagyjából. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szívesen! Jó napot! Kis Emese vagyok, és Mészáros Beátával szeretnék interjút csinálni. Jó napot! Szia, Emese! Mióta él Gödöllőn? Mióta élek Gödöllőn? Elsős korom óta, 6 éves korom óta. És mióta vesz részt aktívan a város életében? Rendezvényekre jár például, vagy?
A város életében aktívan. Hát ez fokozatosan alakult ki. Én úgy gondolom, hogy amikor a Garabonci elszintáslott életre kelt, onnantól kezdve egyre többet vettünk részt a város életében, meg én magam is valahogy ez a kettő így párhuzamosan alakult. Hát több mint 15 éve, mert a társulat 15 éves, és azért előtte már volt mozgolódás. Mit szeret, mit tart értéknek Gödöllőn? Hát furcsa is lenne, ha mást mondanék, mint azt, hogy a kultúráját a városnak. És van kedvenc helye, vagy amihez különösen kötődik? Kedvenc helyem Gödöllőn, a művelődési ház. Tényleg szeretem, már csak azért is, mert nem csak most vagyok sokat, hanem ott nőttem fel, még a régi úgynevezett műfázban. Hát én oda sokat jártam, nem mindenféle, konkrétan két csoportba jártam oda, abból az egyik egy színjátszó csoport volt, és ott rengeteg időt töltöttem, és nagyon sokat kaptam. És mikor már gyerekkorában is tudta, hogy a zenével és a drámával szeretne foglalkozni? Igen, ez nagyon korán eldőlt az én esetemben. És mióta dolgozik, mióta énekel például? Énekelni? Hát nevezzük meg a zenetagozatot. Én oda jártam az Erkel Ferenc iskolába a zenetagozatra, ott muszáj volt énekelni, aztán pedig mint magánéneket tanultam középiskolában, a Chopin zeneiskolában, Kálni Zsuzsanától nagyon neves énektanár, majd a főiskolán, ott párhuzamosan a főiskolán is tanultam magánénekelni, meg a zeneiskolában is tanultam magánénekelni. És a Damjancsban mióta dolgozik? Júj, évszámokat nem tudok, 20-akárhány éve, na nagyon régóta. És mit szeret a munkájában? Mi szeretek a munkámban? Azt nagyon szeretem, amikor vannak találkozások, mindegy, hogy egy-egy emberrel, vagy osztállyal, közösséggel, de amikor valami olyan jó hangulat, meg olyan jó valami időtöltés alakul ki, tanítási óra, vagy színjátszás, vagy bármi, amiből érzi az ember, hogy most jó itt lenni, és történik valami. Játszik hangszereken? Igen. Például? Én igazából fuvolista vagyok. Ez a fő hangszerem, ehhez volt kötelező zongora, ugyanvezett más hangszereseknek ez a zongora, mint említettem, egy icipicit tudok gitározni. És gyerekkorában is szeretett a zenével foglalkozni, például a színjátszással? A színjátszás az később jött az életembe komolyan, azt középiskolában kezdtem el. A zene a 7 évesen, ahogy elkezdtem zeneiskolában, én mindig komolyan vettem, szerettem, igen, sok időt áldoztam erre is. Van olyan foglalkozás, amire például szabadidőből is mindenképp szakít időt? Az a helyzet, hogy nekem azon kívül, amit csinálok, nem igen van szabadidőm. Tehát ez minden időmet felemészti. Mennyi időt tölt a munkahelyén az iskolában? Az iskolában? Hát ugye van kötelező óraszám, az mindenképpen. Köszönöm. Köszönöm az interjút. Jó napot kívánok! Csontos Attila vagyok a Remontrégyből, és Istók Annával, a könyvtár lelkes dolgozójával fogok most hangszerűt készíteni. Hallottam, hogy a könyvtárban híresen jó a közösségi élet, hogy dübörögnek önöknél ezek a programok a dolgozók részéről is, és a látogatók közül is sokan járnak oda. Ön szerint ennek mi a titka? Hát az, hogy jó könyvtár vagyunk. Szerintem egy könyvtár akkor jó könyvtár, hogyha nem csak olvasni járnak be az emberek, hanem kínálunk más dolgokat is, és igazából a Gödöllői Könyvtár, amikor 2002-ben új épületbe költözött, új stratégiát fogalmazott meg, és ez egy hármas dolog volt nálunk, célként meghatározva. Egyrészt a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat, másrészt az információs szolgáltatásokat tűztük ki célul, hogy ezt szeretnénk népszerűsíteni, és a harmadik, hogy közösségi tér legyünk, és programokat kínáljunk az embereknek. Értem. Miben nyilvánul ez meg most jelenleg önöknél? Hát számokat most nehezen tudnék mondani, bár a teljesítménymutatókkal is én szoktam foglalkozni, de tény az, hogy rengeteg kulturális rendezvényünk van, kifejezetten célcsoportokra bontva, tehát vannak gyerekeknek szóló programjaink, felnőtteknek, a tini korosztálynak is, nyugdíjasoknak is, különböző területekről, tehát nem csak olvasás, hanem digitális kultúra terén is szervezünk, illetve hát például az írókörünk is működik. Nagyon sok önkéntes kis körünk is van. Igen, úgy hallottam, ön az írókörnek a vezetője, és
Egyébként a másik kérdésem is ehhez kapcsolódik, az ifjúságot hogy próbálják meg becsalogatni a könyvtárba? Hát az ifjúságot nagyon nehéz becsalogatni a könyvtárba, hogyha magától nem akar bejönni, akkor nem fog bejönni, de azért nekünk vannak olyan eszközeink, amivel megpróbáljuk őket rávenni. Tavaly zajlott egy nagyon jó pofa olvasóvetélkedőnk, Olvasók diadala címmel, és szerintem te is olvastad az Éhezők viadalát, vagy legalábbis hallottál róla, tehát próbáltunk egy olyan könyvet kiválasztani az ő érdeklődési területekből, amit ők is szeretnek. Erre fűztük fel az egész projektünket, és hát a visszajelzések alapján nagyon elégedettek lehetünk, nagyon tetszett a diákoknak, amit kitaláltunk, tehát igazából azt tudom neked válaszolni, hogy próbálunk egy kicsit a diákok fejével gondolkozni. Köszönöm. Legyen értelme az én mondatnak ennyinek. Bár másodpercet ráadtam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Pós Péter vagyok, a Gödöllői Református Liceumból. És ki van akarsz? És Fodor Lóczi bácsi van. Kicsit hangosabb vagyok. Ez a bácsi a kívül kicsit süket, jó? Nyugodtan beszél, ezt hangosan. Ugye meg tetszett nyerni ezt a gödöllői díjat, és van teljesen elégedett most már ezzel, hogy vagy még szeretne valamit még megnyerni, vagy most már teljesen. Értem, tehát hogy még esetleg másik díjakra is pályáznék-e, úgy gondolom. Hát az az igazság, hogy már erre se pályáztam, de nagyon örültem persze, hogy megkaptam. Amikor először megtudtam, akkor az jutott eszembe, hogy hát ez szörnyű ez a dolog, hogy megint oda kell majd állni, és akkor ott nagyon sok ember előtt, de aztán persze közben meg nagyon jó érzés volt, mert ez nagyon jó érzés. Az emberek szerintem nem ezekért a díjakért dolgozik egy ember, hanem hát én konkrétan a növendékeimért, mondjuk azok nagyon nagy díjak, mert azok ilyen, azt hiszem, pontosan ezt mondtam, véletlenül csúszott ki viccesen a számom ott, ez, amikor beszélni kellett, hogy azok a növendékek, azok ilyen napi díjak, de ilyen furcsán jött ki ez ott abban a teremben, de tényleg azok naponta okoznak örömet. Én nem szeretnék több díjat kapni ebbe az életben, mert nekem ez bőven elég volt. Amsem gondoltam, hogy valaha ennyit is fogok kapni, de minden esetre nagyon jó eső érzés, hogy az embernek elismerik a munkáját. És mi volt a legemlékezetesebb fellépése, vagy inkább szerepelni, vagy amikor vagy tanítványt felkészíteni egy versenyre, vagy egy koncertre? Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg az emlékezetessége. Nagyon emlékezetes, amikor egy növendéket az ember elvisz versenyre, és a szakmai stáb, a kollégák mondjuk fütyülve tapsolnak, és nem kifütyülve, hanem nagyon tetszett nekik a növendék. Ebben volt részem szerencsére, ezt mindenkinek kívánom, mert ez nagyon jó érzés, mert az mégiscsak egy szakmai stáb. Fellépésből pedig játszottam egyszer együtt egy George Kelly nevezetű fekete szakszofonos úriemberrel, aki 88 éves volt, és a Glenn Miller zenekarnak volt a szakszofonosa, és az óriási élmény volt, hogy ilyen emberrel, egy amerikai ilyen szakszofonossal játszhattam együtt. És lenne egy ilyen lazább kérdésem, hogy ha mondjuk az egyik növendéke késik az óráról viszonylag sokat, és megkérdezi, hogy miért késett, akkor, és azt mondaná, hogy focizott barátaival, akkor mi lenne a reakciója, hogy mit mondanak? Jó, leszúrnám, valószínűleg. Persze belül meg nem, közben megbeszélnénk, hogy egyébként jó a focizás, de azért a focizás próbálja akkora tenni. Ez abban az esetben érdekes egyébként, hogyha mondjuk már 6-szorra késik a focizás miatt. Hogyha először elkésik, akkor. Sőt, csak neked elárom halkan, hogyha esetleg előtte ír egy SMS-t, hogy most focizik és nem jön órára, akkor azt is meg tudom bocsátani egyszer legalább. Hallottam, hogy szokott csinálni ilyen zenei táborokat. Igen, így van. Zenei táborokban is tanítunk, igen, gyerekeket. Viszontlátásra! Jó, köszönjük szépen! Napot kívánok!
Budai Bence vagyok, Istók Anna felszomai riportalanyom. Az lenne az első kérdésem, hogy milyen programok találhatóak a Gödöllői Könyvtárban? Jelenleg több programunk is zajlik, most nagy intenzitással, főleg a Gödöllő 50 éve város kapcsán. Hát az egyik legfontosabb a 10 kicsi pelikán vetélkedőnk, ami kifejezetten Gödöllő megismerésére helyezi a hangsúlyt, és igazából digitális eszközöket bevetve. Mit gondol a digitalitás, valamint a számítógépek mennyire váltják fel a könyveket? Hát jó kérdés. Nem tudom a választ rá megmondani neked. Szerintem senki nem tudja, és nagyon nagy viták vannak arról, hogy vajon a könyvek 10 év, 20 év, 100 év múlva el fognak-e tűnni ebből a világból. Az én lakásomból biztos nem fognak eltűnni. Én azt hiszem, hogy másra fogjuk használni a könyveket, és másra fogjuk a számítógépet használni. A Gödöllői Könyvtár mennyire próbál nyitni a digitalitás felé? Abszolút. Ez is az egyik célunk, és minden korcsoportban igyekszünk a fiataloknál inkább a eszközként felhasználni a digitális eszközöket, hogy megszólítani őket, hiszen nekik ez tényleg a mindennapjukhoz tartozik. Ugyanakkor például az idősek számára meg egyfajta segítséget nyújtunk, hogy azok, akik szeretnék megtanulni, mondjuk, hogy hogyan skype-oljanak az unokájukkal, vagy hogyan küldjenek el egy e-mailt, hogyan intézik a hivatalos ügyeiket, ebben mi tanfolyamokat szervezünk, és itt felhasználjuk a diákokat is, csúnya szó, önkéntes szolgálat keretében például diákok tartanak idős, nyugdíjas személyek részére tanfolyamokat. Mivel próbálják bevonzani a fiatalokat a könyvtárba? Hát nagyon sok szép könyvünk van, de ezen kívül próbálunk olyan programokat kitalálni nekik, ami őket érdekelheti. Itt az előbb már szóba került a tavalyi olvasók diadala, de hát igazából ez az új vetélkedő, ez a 10 kicsi pelikán, ez is főleg a fiatalabb korosztálynak szól. Igyekszünk ezeket a Web2 közösségi eszközöket használni mi is. Nagyon jó grafikák születnek a mi kezeinkből is, ez is egy jó dolog. És hát a közösségi hálókon is ott vagyunk, Facebookon is tartjuk a kapcsolatot a diákokkal. Milyen a Gödöllői Könyvtárban dolgozni a kollégákkal, valamint a vezetőséggel? Hát én nagyon szeretek ott dolgozni, máshol keveset dolgoztam, de azt hiszem ez egy nagyon jó munkahely, és szerintem nem véletlenül vagyunk mi minősített könyvtár, hiszen ez a csapaton múlott, hogy mi ezt megszerezzük, ezt a címet. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm! Szóval látásra! Jó napot kívánok! Viszlaszki Tamás vagyok. És Mészáros Beátával. Hát akkor mivel úgy gondolom, hogy kezdjük is el, hát egy városnak az életében mindenképpen a fiatalok jelentik a megújuló értékeket, szóval ezek ők fogják tovább vinni. És ön egy szintársulatban dolgozik, és úgy gondolja, hogy ez segíti a felnőtteket, diákokat abban, hogy egy későbbi szituációt jól meg tudjanak oldani? A színjátszás? Igen, a dráma és a színjátszás. Mindenképpen segíti, mert ugye a színjátszás maga egy szituációban történik, egy drámai szituációkról szól, emberi értékek ütköztetéséről, vagy érdekek ütköztetéséről mindenképpen az életre nevel, hogyha így fogalmazunk, igen. És így a kisugárzásából adódóan, hogy látom egy ilyen vidám, egy nyílt embernek látszik. Ha a diákai mondjuk megkérdik, mondjuk, ami most sokat bombázott a médiában, az oktatáspolitikából, vagy esetleg ilyesmivel kapcsolatban, akkor nyíltan válaszol, vagy esetleg elutasítja a kérdést? Nem igen szoktam semmit elutasítani, ami a diákok felől jön. Én szívesen elbeszélgetek bármiről. Úgy gondolom, hogy egy pedagógusnak kötelessége, és hiszen honnan tájékozódjanak a gyerekek, hogyha nem onnan, akikkel napi szinten együtt vannak. A befolyásolás viszont nem gondolom, hogy helyes dolog. Szóval akkor nem rejt véka elé a véleményét, viszont megmondja, amit gondol.
Inkább tájékoztatok, tehát hogy milyen folyamatok vannak, és erre is biztatom a diákokat, még általános iskolás szinten is, hogy tájékozódjanak, és hallgassanak meg többféle véleményt, meg több minden honnan, és abból talán szüljenek le valamit. Arról beszélgethetünk. Értem. Ami másik különös kérdés, és sokak által ismert, és érdeklődést is felkelti, hogy mint maga tanárnak lenni ez egy megélhetés szempontjából, vagy a lelki életet ezt hogy formálja esetleg, hogy érdemes-e ajánlja a mai fiataloknak, hogy tanárnak menjenek-e itt Magyarországon? Ajánlani csak annak, aki erre érez magában indítatást. Nem az a szakma, amit azért választ bárki, most még semmiképpen, mert a fizetés annyira kecsegtető, viszont hogyha valakinek van belső indítatása, úgy gondolom, hogy akkor itt fogja magát jól érezni. Azt azért mindenkinek érdemes belőnie, hogy a saját személyiségéhez mi az, ami való, és nem biztos, hogy itt a megélhetés ez kompatibilis lesz, hát ez egy nehéz döntés. Értem, köszönöm. Másik pedig hát nyilvánvalóan humán tárgyakból erősödik ki a személyisége, ezt is tanítja. Ez így gyerekkorában is már előre látható volt, hogy ilyen téren fog mozogni? Igen, én úgy gondolom, hogy ez mindenkinél előre látható, hogy a személyisége meg az adottságai mire inspirálják. Igen, ez nekem már elég korán eldőlt. A színjátszás, a zene és mindenféleképpen valamilyen humán terület. És akkor ez azt jelenti, hogy a reáltán tárgyakban esetleg egy kicsit rosszabb volt, vagy elhanyagolta ezt ezeknek fejlesztése érdekében? Abból a szempontból nem voltam rossz diák, hogy igyekeztem én azért nem elhanyagolni, de nem is voltam jó. Köszönöm szépen! Viszlát! Nem menjünk tovább. Biztos, hogy megmentett. Jó napot kívánok! Szabó Panni vagyok, és doktor Újvári Tamásra szeretnék. Kezdjük sokkalom! Jó napot kívánok! Idén 50 éve, hogy Gödöllőt városi rangra emelték. Készülnek-e a kastélyban valami programokkal az évfordulóra? Kastély szempontjából is fontos ez az 50 év. A kastély egy másik számot is megünnepel, mert hogy idén 20 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a közönség számára, mint múzeum. Mint múzeum természetesen elsősorban kiállításokkal kell, hogy foglalkozzon. És a kastély 20 éves történetét, meg a város 50 éves történetét próbáljuk az állandó kiállításunkban egy második kiállítással bemutatni. Azt gondolom, hogy akkor izgalmas egy kiállítás, hogyha nem csak egyféle dologról szól, hanem sokféleképpen meg lehet ugyanazokat a dolgokat nézni. És különböző korosztályoknak lesznek programok, vagy összesítve mindenki számára? Azt gondoljuk a kastélyban, meg a városi könyvtárban, meg a művészetek házában, meg itt Gödöllőn mindannyian, hogy nem szabad egyforma dolgokat odaadni az érdeklődőknek. Valószínűleg önt kevésbé érdekli az, amit esetleg egy nyugdíjast érdekel, vagy egy családapát érdekel. Mindenkit másként kell megszólítani, úgyhogy természetesen a különböző korosztályúaknak különböző programokat kínálunk. Igaz ez még a kiállításra is. A legkisebbeket például úgy próbáljuk megszólítani, hogy beöltöztetjük őket hercegnőnek, meg királyfinak. A nagyobbakat, a kamaszokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy vásároltunk érintőképernyőket, számítógépes játékokat fejlesztettünk a kastélyról, le lehet ülni a kiállításba, van egy olyan szoba, ahol vannak számítógépek, lehet játszani, csináltattunk 3D mozit. Nyilván a felnőtteket könnyebb egy felnőttnek megszólítani, mert általában úgy szólítom meg őt, ahogy magamat is megszólítanám, egy gyerek aggyal gondolkodni mindig nehezebb. Hát maga sem úgy született, hogy igazgató helyettes lett. Milyen állomásai voltak a idáig vezető úton? Hűha! Valóban nem úgy születtem, legalábbis így emlékszem. Már amennyire emlékszik erre az ember. Még diákként kezdtem el a Gödöllői Királyi Kastélyban dolgozni 20 évvel ezelőtt. Először teremőrködtem, vigyáztam arra, hogy ne fényképezzenek a látogatók, meg ne vigyék haza a festményeket, meg bútorokat. Aztán miután jól beszéltem németül, elkezdtem németül csoportokat vezetni, és idegenvezető lettem. Aztán
97 nyarán volt a legjobb munkám a kastélyban, mert akkor nyáron a díszudvaron jégkrémet árultam meg, meg üdítőt, meg sört csapoltam. Úgyhogy sok mindent csináltam én a Gödöllői kastélyban, rendezvényeket szerveztem, marketinges voltam, és közben elvégeztem a jogi egyetemet, mert hogy egyetem mellett is dolgoztam a kastélyban. És akkor jogász lettem, kicsit elmentem a kastélyból máshová dolgozni egy bankba, és aztán visszacsábítottak, ami elég könnyű volt, mert nagyon megszerettem az épületet. Köszönjük szépen! Ilyen gyorsan aztad. Én köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon sör. Csak kiderülnek az egyik dolgok. Jó napot kívánok, Valai Máté vagyok, és Istók Annával szeretnék készíteni egy riportot. Jó napot kívánok, Annának. A hajós újságban szeretnék önnel készíteni egy riportot, és szeretném, hogyha válaszolna néhány kérdésemre. Hát először is említette itt előbb a beszélgetésem, hogy van a könyvtárban ez a kerekasztal. Ez miről is szól, pontosabban el tudná nekünk mondani? Hát a kerekasztal mellett főzik ki a gödöllői programokat, de én igazából ennek talán kitalálója voltam még 15 évvel ezelőtt, de most már én ezekben nem veszek részt, de ez a kerekasztal, ez egy kerekasztal, amit körbeülnek a Gödöllő kulturális intézményének a vezetői, programszervezők, és szervezik Gödöllő kulturális életét. És többek között, ugye, ahogy tudjuk, ma mostanában van Gödöllő 50 éves, tehát ebben az évben, és hogy ma ezt a 50 éves alkalmat is a kerekasztalnál beszélték meg? Hát az 50 éves város, ugye ez Gödöllő tematikus éve, és ha jól emlékszem, 2011 óta van a városban tematikus évre fölfűzve minden gödöllői kulturális program, kezdődött ez talán a barokk évével. Tavaly ünnepeltük a világháború 100 éves évfordulóját, és idén ugye az 50 éves várost ünnepeljük. Igen. Mondta, hogy minőségi könyvtárdíjat is kapott a könyvtár. Erről is tudna egy kicsit bővebben beszélni nekünk? Hát igazából, amikor a város vezetősége elhatározta 1999-ben, hogy új könyvtárat épít, akkor egy nagyon előremutató tervezés kezdődött meg a könyvtárban, és már akkor lerakták az akkori vezetőség az alapjait annak, ami oda vezetett, hogy most minősített könyvtár lettünk. Nagyon hosszú munka volt, amíg ezt elértük, viszont igazából ennek nem az a jelentősége, hogy van egy címünk, hanem hogy például a Facebookon, hogyha valaki megkérdezi a Gödöllő csoportban, hogy miért javasolják Gödöllőre, hogy ide költözzenek, akkor beírják azt a lakosok, hogy mert jó a könyvtár Gödöllőn. Önök büszkék ezzel a könyvtárral, és továbbra is ezt a színvonalat akarják tartani? Hát remélem, hogy tudjuk tartani ezt a színvonalat. Ez rajtunk múlik, hogy mennyit bírunk dolgozni. Persze büszkék vagyunk, és szeretjük nagyon, amit csinálunk. Volt egy olyan... Hát ugye az olvasók diadala volt tavaly, igen, tavalyi évben, és most hallottuk, hogy majd lesz a Pelikán, a 10 kicsi Pelikán, igen, a program, és hogy ez miről is fog majd szólni, és hogy még hogy lehet majd ebben részt venni. Hát a jelentkezés már lezárult, a játék az jövő héten indul el. 10 feladatot kell az érdeklődőknek, őt a csapatoknak megoldaniuk, és legendákat fogunk gyártani. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot, és mindenképpen elküldjük a tűzsebbet. Jó napot kívánok, én Liska Dóra vagyok, és a Petőfi Sándor Általános Iskolából jöttem a Petőfi Kaviseggel, és dr. Újvári Tamásnak szeretnék pár kérdést feltenni. Csókolom. Jó napot kívánok.
Ugyebár Gödöllő 50 éves, és említette, hogy a kastély 20 éve látogatható, hogy a kastély készül valami jubileumi programmal, hogyha van esetleg, akkor milyenekkel? A kastély az elsősorban múzeum, ennek megfelelően kiállításokban gondolkodik leginkább. A kastély 20 éves történetét, meg 280 éves történetét, és ezzel összekapcsolva a város 50 éves történetét szeretnénk majd bemutatni a kiállításban, a meglévő kiállításban elhelyezett tablókkal, képekkel, kiállítási tárgyakkal. Ez azt is jelenti, hogy nem csak Sziszi-ként lehet megnézni a múzeumot, meg barokkorként, meg Rassalkovicsként, hanem meg lehet nézni a hozzánk közelebb álló történelem szemüvegén keresztül is. Ugyanabban a szobákban lesznek kiállítási tárgyak mindkét korszakról. Említett, hogy 2011-ben ugye az Európai Uniónak sok tárgyalása ebben a kastélyban zajlott, hogy a külföldi vendégek hogy vélekedtek a városról, a kastélyról? A kastélynak is, illetve a városnak is, főleg politikusok között nagyon pozitív visszhangja volt. Ennek nagyon egyszerű oka van szerintem. A politikusok általában ilyen bezárt életet élnek. Egyik tárgyalásról szaladnak a másik tárgyalásra, ki se jöhetnek az épületekből, naposzat épületen belül vannak. Gödöllő pedig egy csendes kisváros, és ennek az előnyeit élvezhették ezek az európai politikusok. Például tavasszal, meg ilyen szép időben sokszor előfordult, hogy nem is a tanácstermekben maradtak és tartották a kétoldalú vagy háromoldalú megbeszéléseket, hanem kimentek a kastély parkjába. Sőt, olyan is előfordult, hogy az egyik ország miniszter egy másik ország miniszterével egy gödöllői étterembe sétált át, és odaült lebeszélgetni egymással. Ezt máshol nem nagyon tehetik meg, csak egy ilyen nyugodt, békés kisvárosban, mint Gödöllő. Mondta, hogy a politikusoknak a park volt az, amelyik a legjobban tetszett. Önnek melyik az a része a kastélynak, amit a legeslegjobban szeret? A kastélynak két olyan része van, ami az én kedvencem. Az egyik az a park, de az sem mindig. Szerencsére nagyon sok ember jár a kastélyban, a kastély parkjában meg több mint 600 ezer ember lép be egy évben. Amikor ilyen nagyon sokan vannak, azt nem szeretem a parkban. Én hajnalban szeretem ilyenkor tavasszal, amikor már érződik a virágillat, meg a fűnek az illata, és csend van. És különösen mostanság, mert hogy vannak nyuszik, mezei nyulak a kastély parkjában, és azok hajnalban szeretnek szaladgálni a réten. A másik kedvencem pedig a díszterem, és ott is az Erzsébet királyné szárny felőli oldalon vannak olyan stukók, aranyozott fal díszítések, amikre még a mai napig is rácsodálkozok. Említette, hogy több fiatalkorában több munkája volt itt a kastélyban, hogy szeretett itt akkoriban így fiatalként is itt dolgozni? Bevallom őszintén, hogy gimnazistaként a pénzért mentem a kastélyba dolgozni, mert zseppénzt akartam keresni, és azt gondoltam, hogy azt ott lehet. Aztán megfertőzött a kastély, megszerettem az épületet, megszerettem emberekkel foglalkozni, és megszerettem azt a változatosságot, ami ez a munka nyújt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Jó napot kívánok! Én Dugán Csiréke vagyok, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, és a délriporterem dr. Újvári Tamás. Az első kérdésem az lenne, hogy miért ezt a munkát választotta? A munka választott engem. Én a kastélyba pénzért mentem el dolgozni középiskolásként, zseppénzt akartam keresni, csak ez a munka úgy megszerettette magát velem, vagy én megszerettem őt, vagy ebből a mondatból már nem jövök ki, hol. Ez is mutatja, hogy egy riporter versenyen lehet, hogy a riporter aranynak nehezebb. És hogy jutott el idáig? Csináltam sok mindent az életben, meg a kastélyban is. Voltam teremőr, meg idegenvezető, meg szerveztem rendezvényeket, meg árultam jégkrémet, meg közben tanultam elég sokat, elvégeztem a jogi egyetemet, és elmentem jogtanácsosnak, amit annyira nem szerettem. A kastélyt viszont addigra megszerettem, és aztán visszacsábultam ide. És a jogi egyetem hogyha nem tetszett annyira önnek? Az egyetem azt tetszett, tanulni szerettem, mondjuk a 101 vizsgát annyira nem kedveltem. Egy irodába bezárva ülni a 8. emeletemben Budapesten, a belvárosban, pláne úgy, hogy előtte egy 28 hektáros parkban és egy 280 éves barokk épületben dolgozott az ember, azt nem tudtam megszokni. És gyakran ellátogat a kastélyba a családjával is? Igen, én elég gyakran ellátogatok a kastélyba, és a család ellátogat néha hozzám, inkább így fogalmaznék.
mert hogy ugye a kastély minden nap nyitva van, hétfőn is, meg hétvégén is, meg ünnepnap is, és nyilván vezetőként az embernek ott kell lennie, mert hogy hétvégén jönnek inkább a vendégek, meg ünnepnap, tehát elég sokszor hétvégén és ünnepnap is dolgozok, és akkor ilyenkor beszokott jönni a két kis gyerkőcöm az anyukájukkal, és néha ott találkozunk bent, otthon kevésbé. És tetszett mondani, hogy szoktak rendezni ilyen rendezvényeket a kastélyban, és melyik volt a legemlékezetesebb önnek? Hát, sok emlékezetes rendezvény volt. Az egyik kedvencem az egy olyan kis családi esküvő volt, ahol általában ezek az esküvők ilyen nagy felhajtásosak. Pláne, hogyha a királyi kastélyban akarja valaki az esküvőjét, akkor nagy puszparádé van. És ez az esküvő pont azért tetszett nekem, mert mindössze 10 vendég meg az ifjú pár volt rajta, és azt éreztem belőlük, hogy nekik fontos az, hogy történelmi közegben legyen, és nem az a fontos, hogy sokan lássák, hogy nekik sok pénzük van, hanem inkább az, hogy a családi hagyományokat, meg a családot megalapozni egy olyan helyen tegyék meg, ami a hagyományokra törekszik, és hogy a gyerekükkel majd, hogyha x év múlva elsétálnak a kastélyba, akkor büszkén mondhassák azt a gyereküknek, hogy láss, nekünk ebben a kastélyban, ebben a múzeumban volt az esküvőnk. És ezek szerint szereti a történelmet, és gyermekkorában is szerette? Szerettem a történelmet gyerekkoromban is. Sajnos, hál' Istennek az anyukám meg az apukám is történelemtanár volt, úgyhogy nem volt lehetőségem nem szeretni a történelmet. Majd, hogy nem kényszer pálya a történelem számomra. És ki ennek az abszolút példaképe? Igen, nehéz kérdés. A példaképem az a feleségem. Meg általában a hölgyek. Mert hogy dolgoznak, meg családot nevelnek, meg férjük van, akit el kell viselni, pont. Köszönjük. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Kezdjük sokkal. Köszönjük szépen. Én Csepi Nóra vagyok a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, és az én riportok alanyom dr. Merva Mária. Most indul a 3 perc, ugye? Ön Gödöllőn született, vagy ide költözött? Hát itt születtem, de nem itt nőttem fel. A szomszéd, egyik szomszéd faluban, Valkon nőttem fel, és aztán 82-ben költöztünk ide Gödöllőre. Ha vendégei jönnek, hova vinnélek szívesebben őket? Hát mindenképpen a Gödöllői Városi Múzeumba először, és utána meg a kastélyba. Királyváró Egyetem. Volt Premontrei gimnázium épülete. Sok érdekesség van végül is Gödöllőn. És melyik a kedvenc kiállítása, és miért? Itt Gödöllőn? Igen. A kedvenc kiállításom? Hát talán azok, amelyeknek a rendezésében nekem is oroszlán részem volt. Ugye a Gödöllői Városi Múzeum állandó kiállításai, a helytörténeti kiállítás, Gödöllő a nyitott város címet adtuk neki, a Gödöllői Művésztelep pedbemutató kiállítás, a cserkészet, a magyarországi cserkészet történetét bemutató kiállítás, és hát van még egy természetrajzi kiállítása a múzeumban, aminek a címét Zsivajgó természet címet Kosztolányi Dezsőtől kölcsönöztük, ez mondjuk nem áll közel annyira a szívemhez, de hát ez a 4. állandó kiállítása a Gödöllői Városi Múzeumnak, így amblokk az egészet mondhatom kedvencemnek. És kiskorában is szerette a múzeumokat? Nem jellemző, hogy muzeológusnak készültem, ez végül is így adódott, miután elvégeztem a bölcsészkart, magyar-francia szakon, utána a Petőfi Irodalmi Múzeumba kerültem, mint tudományos továbbképzési ösztöndíjas, és félig a múzeumban kellett dolgoznom, félig az egyetemen előadásokat tartani, ez így 2 évig tartott, és hát utána Petőfi Irodalmi Múzeumban maradtam, tehát megszerettem a múzeumi szakmát, és családi okok miatt 93-ban kerültem Gödöllőre, a Gödöllői Városi Múzeumban, ezt már én pályáztam, ezt az állást, és végül is nagyon jó döntésnek tartom, úgy találom.
Mi az a három dolog, amire ön szerint legjobban szüksége van egy múzeumnak? Három dolog, hát feltétlenül kell egy gyűjtemény, kellenek állandó kiállítások, kiadványok, ugye a múzeumi szakmában vannak feltételek, amelyeknek meg kell felelni ahhoz, hogy egy gyűjteményből múzeum legyen. A Gödöllői Múzeum is helytörténeti gyűjteményként indult 1977-ben, és 10 év múlva teremtődtek meg a feltételei annak, hogy múzeum lehessen. Hát ez gyorsan már. Nagyon rövid volt. Egyet megfogtuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, nekünk a nevek elfogytak, viszont a Júli azt mondta, hogy 18 fő lesz, de csak 17 volt, ugye volt. Jó, akkor jó. Elsősorban szeretettel köszöntöm körünkben dr. Gémesi György polgármester urat, aki megtisztelt minket azzal, hogy nem csak ajándékot küldött, hanem ő maga jött átadni nektek az ajándékokat. Elnök úr, sikerült döntést hozni? Igen, sikerült. Akkor én át is adom a szót, és akkor kezdődjön a... Nagyon nehéz volt döntést hoznunk. Szeretnék mindenkinek gratulálni. Mindannyian nagyon ügyesek voltatok. És az azért látszott, amit mondtam, hogy nem kell izgulni, azért mindannyian egy picikét izgultatok. Volt, aki jobban, volt, aki kevésbé. És érdekesek voltak az interjúk, mert bár ugye maga a téma az ugye az volt, hogy Gödöllő a megújuló értékek városa, legtöbben nem igazán ugye a várossal, kifejezetten a várossal foglalkoztatok, hanem a személlyel, akivel az interjút készítettétek. De voltak olyanok, akik nagyon ügyesen az interjúba belevonták természetesen a várost is, illetve magát a témát, és ez természetesen a zsűri értékelte és pontozta. Olyan szempontból volt nehéz helyzetünk, hogy 4-en kaptak maximális pontot, és így mondhatjuk azt, hogy 4 első helyezettünk lett, és plusz 2 személy volt az, aki egy fél ponttal vagy 1 ponttal kapott kevesebbet a többiektől, tehát összesen 6 díjazottunk lesz, 4 első helyezett és 2 második helyezett. Hát sajnos csak 4 darab első helyezett oklevelet tudunk átadni nektek, ezt szerintem a tanárok sem gondolták, hogy ilyen sokan lesznek. És éppen ezért mi nem szerettük volna az első helyezettek között választani, hogy akkor most ki legyen első, második, harmadik, hanem így akkor 4 első helyezett. Először, akinek szeretném átadni az oklevelet és a könyvet, az Csizmeg Anna. Gratulálok. Azon felül, hogy nagyon ügyes volt Anna, nagyon jó volt az interjú, ő volt az első, tehát neki volt egy kicsit a legnehezebb, hiszen ő rögtön elsőként kezdte, úgyhogy gratulálunk. A második személy, aki szintén a maximum pontot kapta, az Liska Zsófia. Gratulálok! Egy oklevelet, gratulálok! Zsófi nagyon ügyes volt, ő is szintén nem csak a személyre, hanem magára a témára is rákérdezett, és ez nagyon fontos volt részünkre. Hát egy határozott fiatalember szintén a Budai Bence. Egy nagyon jó interjú volt, köszönjük szépen, gratulálok! És szintén egy határozott, jól felkészült, és közben azért vicces és humoros interjú is volt, tehát nagyon jó interjú volt, Wisnowski Tamás.
És akkor két fő van még, akinek szeretnék gratulálni. Ő nekik már ilyen oklevelet, ilyen nagy oklevelet nem tudok adni. Az egyik Liska Dóra. Én adom neked az egyik könyvet, parancsolja. És szintén, aki egy, tényleg csak egy pár, mondhatni fél ponttal maradt le, az pedig Csontos Attila. Úgyhogy a zsűri nevében is szeretnék mindenkinek gratulálni, nagyon ügyesek voltatok, mindenki fog kapni egy ilyen ajándékcsomagot. Igen, illetve mindenki fog kapni szintén egy ilyen emléklapot, ahogy láttam, legalábbis aláírtam, úgyhogy remélem, hogy meg fogjátok kapni. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok tényleg mindannyian. Sajnos a zsűrinek is nehéz helyzete van, ugye, amikor pontozni kell, úgyhogy de senkinek eseredjen el, mert tényleg mindannyian ügyesek voltatok, és tényleg egy kicsit sokszor bátrabban. Jó, úgyhogy tényleg gratulálok nektek. Köszönjük szépen. És akkor... mondjam a neveket? Igen, jó, igen, akkor egyszerűbb így, akkor fel. Igen. Benedek Rubinka Róza. Például majd, amikor divat bemutatókon interjúkat kell készítened, akkor Réfi Dóra. Gratulálok. Csontos Attila. Na, volt egyszer, úgyhogy emléklapot is megkapod ismét. Gratulálok. Pós Péter. Gratulálok. Kicsit bátrabban. Közelebb. Jó, van még kapsz, ne menj el, mert még kapsz ajándékot. Úgyhogy... Igen. Csikós Hanna. Valahi Máté. Gratulálok. Szabó Panni. És neked egy picit szeretném, ha itt várnál, mert neked szeretnék külön gratulálni, mert nálam abszolút 5 pontot kaptál, egy kicsikét néha elbizonytalanodtál, és az egyik külön díjunk az neked van, az pedig, ha szeretnél, akkor a Gödöllői Szolgálatnál eltölthetsz egy napot, hogy hogyan is készül az újság. Úgyhogy majd fogunk téged akkor keresni, jó? Úgyhogy gratulálok neked! Liska Zsófinak is átadom egy kérdéssel. Kis Emese. Gratulálok. Tihanyi Boglárka. Gratulálok. Csepi Nóra. Gratulálok. Dugáncsi Réka. Te is kicsit bátrabban legközelebb, jó? Nagyon ügyes voltál. Pap Máté. Csizd meg Anna. Te májszorok kapod a legemét. Hogy szerintem meghalt a 18-ot és 17 diákunkból. És akkor még két külön díjan, úgyhogy én át is adom a... Akkor engedjétek meg, hogy a művészetek háza a végi opus ne? Engedjétek meg, hogy a művészetek háza külön díját Liska Zsófiának adjuk, ő pedig a Talamba ütőegyüttessel fog készíteni egy interjút, amit fel fogunk tenni a talamba.hu-ra, megosztjuk a Facebook oldalunkon és a művészetek háza oldalán is. Úgyhogy ez az interjú, sok sikert kívánunk neked, és már nagyon várjuk.
Nagyon szépen köszönjük az ajándékokat, és szeretnélek megkérni benneteket, gyerekek, hogy ti is köszönjétek meg a felnőtteknek, hogy eljöttek hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy jelen voltatok. Remélem, hogy kellemesen telt a délután, és nem éreztétek azt, hogy ez egy életharc, hanem hogy ez egy megmérettetés, és mindannyian ügyesek voltatok, és remélem tanultatok több belőle. Kellemes délután kívánok. Köszönöm szépen. A